most egy 19 éves futóhölgy csúcsai következnek. Junior országos csúccsal nyert egy 19 éves magyar sprinter 60 méteren a bécsi fedett pályás gálán. Guján Anasztázia teljesítménye akár még jó lehet az isztambuli fedett pályás VB-n való indulásra is. Ifjúsági VB-n már volt döntős, ám a pedig Rio. Anasztázia ébreszt most kíváncsiságot a magyar atlétika iránt edzőjével, az egykori tízpróbázó Szabó Dezsővel vannak itt. Jó reggelt kívánok, sziasztok! No hát, azt olvastam, hogy meglepődtetek ezen a bécsi győzelmen és egyéni csúcson. Miért? Én mindenképp meglepődtem. Az előző versenyeken nem futottam jó érzésre, szóval nem éreztem azt, hogy ez egy jó futás lett volna. Ez volt az első verseny, ami azt mondom, hogy igen, ez futás volt. Téged miért lepett meg, Dezső? Az az igazság, hogy nagyon nehéz volt felépíteni ezt a fedett pályás versenyzést, mert elég mostvák itt most Magyarországon a körülmények, és igazán nem éreztem, hogy kéne ezt a formát időzíteni. Persze több verseny kell mindig, és ez még harmadik verseny volt, tehát inkább ötödik, hatodik versenyre szokott kijönni egy jobb eredmény. Tehát még nem volt igazán frisse, igazán ezért. Ez, hogy itthon bekövetkezett ez a katasztrófa, a fedett pályás szezon elmaradása, ez teljesen átvariálta az életeteket? Igen. Igen, már eleve az, hogy edzeni is benn szoktunk, tehát tavaly még a Szimacsánóban, vagy azelőtt ebben a sátorban, igen, amikor még jól működött, mert nyilván itt lett volna a magyar bajnokság, tehát az a pályának egy más ritmusa van, és emiatt szerencsére a honvéd pályán tudtunk edzeni, mert honvédosok vagyunk, de különben nehéz helyzetbe lettünk volna, mert ott van egy futófolyosó. Uh-huh. Na most egy kicsit azért azt ír rólad egy pár mondatot. Ez a sprinterség, ez neked úgy jött, hogy ugyan korábban volt ugrás is, igaz, de a térded okán lett ebből sprinterség, nem? Igen, én ugrottam rudat is és távolt is, mind a kettőt nagyon szerettem. És melyiket jobban? A rudugrást. Ez egy kicsit izgalmasabb volt. És mivel megfájdult a térdem, ezért nem tudtam folytatni őket, így maradt a sprint. Milyen potenciál van ebben a lányban? Hát ezt nagyon nehéz előre megjósolni. Az biztos, hogy ő még nagyon keveset edzett. Tehát ezt a keveset idézőjelbe értem, tehát az igazán nagy profi sprinterekhez képest, még fiatal is. Tehát én úgy gondolom, hogy szépen fokozatosan lehet egyre többet edzeni. Tehát még viszonylag keveset erősítettünk, még a résztávos edzések sem voltak olyan mennyiségben, ahogy már egy felnőtt edz. Tehát még biztos, hogy nagyon sok van benne. De az adottságok azok kitűnőek, nem? Így van, így van. Tehát az, hogy azon felül, hogy genetikailag a szüleitől egy nagyon gyors izomzatot örökölt, emellett egy nagyon jó mozgása van, tehát ami a sprint futásnak a velejárója, vagy szükségessége, hogy egyszerűen rossz mozgással nem lehet gyorsan futni. Hamar eldőlt ez nálad, hogy az atlétika felé veszed az irányt annak idején? 9 éves koromba kerültem le, hát először iskolai szakkörre, és utána Dezső vitt el minket egy versenyre, és azóta az atlétika edzésekre járok naponta. Már akkor felfedezed, igaz, ennyi idősen? Igen, hogy... hát a gyors kisgyerek egyből kitűnik a többiek közül. Tehát én az atlétikában azt mondom, hogy igazán a gyorsaság az, ami egy ilyen kiválasztó. Ha az nincs meg, akkor a fene-fené teszik is lehet edzeni, ha meg megvan, akkor utána majd a munkával eldől, hogy lesz-e belőle valami. Hát sprinten mindenképpen. Ez most egy nagy lehetőség lehet, bele fog-e férni az életetekbe, pontosan a körülmények miatt, amint már ezt említettük, az a lehetőség, hogyha el lehetne menni erre a fedett pályás VB-re, Isztambulba. Hát ami nehézség igazán, hogy mindig egy komolyabb világverseny előtt azért szokott lenni 2-3 verseny. És most is nem látom egyelőre, hogy hova lehetne menni versenyezni. Tehát szerencsére voltak kint bécsi versenyek, volt Pozsonyba verseny. Igazán Magyarországon a körülmények miatt nem lehet. És azért utazás után nehezebb. Tehát belefér, mindenképpen belefér, meg jó is. Tehát mi mindenképpen akarunk versenyezni fedett pályán, mert ez kell. Szerintem a sportolónak nem lehet az, hogy fél évig nem versenyez. Főleg egy fiatalnak. Csak most így sokkal többet kell gondolkoznunk. Te benne lennél. Természetesen. Na de menjünk egy kicsit tovább, mert
mert nézzük azt, hogy te alapvetően azért Rióra szeretnéd úgy, ahogy felépíteni magadat, igaz? Igen, hát az álmom ugye, hogy egy felnőtt olimpián is részt vehessek, és a Rio az, az adja magát. Van neked futó példaképed? Nincs. Soha nem volt így igazán példaképem. Így vannak kedvenceim, ugye, mint például Szánya Richards, szeretem nézni őket a tévébe, vagy épp egy világversenyen. Tavaly volt szerencsém vele futni, és ez tényleg felemelő érzés, hogyha ott vannak mellettünk. De Zsuzsa, a nyomorúságos infrastruktúrális és pályahelyzet közepette, az utánpótlásban nagyon sok biztatójel van? Mindig vannak olyan edzők, olyan versenyzők, akik tényleg megszállottak. Tehát a magyar emberben szerintem benne van a tehetség, minden területen. Csak egyre nehezebb kihozni belőle, én azt látom. Tehát az élet minden területén, nem csak a sportban, nem csak az atlétikában, mindenhol. Azból most igazából a legfontosabb az lenne a magyar atlétikában, hogy ezt a fedett pályás mizériát megoldják, nem? Hát igen. Nem hiszem, hogy túl sokba kerülne egy fedett pályás, egy ilyen könnyű szerkezetes csarnokot megépíteni, ha már a szima csarnok nem működik. Nem tudom. Te azt hittem, még el vagy ezekkel a mostal körülményekkel? Kénytelen vagyok vele megbirkózni. Szerencsére ugye tudunk edzeni a Honvéd pályán, de más esetben nehéz lenne felkészülni egy ilyen szezonra. Hozzá kell szokni. Rio, hogyha már ez az állam szóba került, mi kell ahhoz, hogy ebből valóság is legyen? Azt már említettük, hogy ifjúsági világbajnokságon döntő, és ugye 7. hely már volt, már ezt elérten azt. Mi kell ahhoz, hogy őt Rióra jó föl lehessen építeni? Azon kívül persze, hogy melózatok rengeteget. Hát igen, tovább kell lépni, tehát egy sérülésmentes felkészülés kell, tehát hogy felkészülések tömkelege, és az, hogy mindig egy kicsit többet tudjunk edzeni. Tehát az emberi szervezet alkalmazkodik a munkához szépen, és hogyha ezt fokozatosan tesszük meg, remélem, bízom benne, hogy akkor ez sikerülni fog. Tehát egy kicsit gyorsulni, egy kicsit erősödni, mert a rutin már úgy érzem megvan. Tehát a NASTI-ban benne van a lehetőség, hogy jól versenyezzen, mert olyan típusú ember, tehát ő egy jó versenyző típus. Ő, ha van egy komoly szituáció, egy éles helyzet, akkor ő ezt megoldja általában. Tehát, és ez szerintem nagyon fontos. Hát akkor jó munkát nektek, meg sok szerencsét, meg kicsit javuló körülményeket, majd köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.